Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. 7 év fegyházra ítélte első fokon a fővárosi törvényszék Gyárfás Tamást a fenyőügyben, Portik Tamás életfogytiglant kapott. Semmi sem tiltja Novák Katalinnak, hogy nyilvánosan megindokolja kegyelmi döntését, mondta a Népszavának a korábbi miniszter, és elutasította az Orosz Választási Bizottság Boris Nagyezsnyén jelöltségét. Állítólag sok volt az érvénytelen aláírás. 7 év fegyházra ítélte első fokon a fővárosi törvényszék Gyárfás Tamás producert, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét. Az alvilági körökben mozgó Portik Tamás életfogytiglant kapott. Gyárfás Tamást bűnsegédként, Portik Tamást felbújtóként elkövetett emberülésben találták bűnösnek Fenyő János meggyilkolásában. Kommandósok gyűrűjében vonult be a tárgyalóterembe Gyárfás Tamás, majd Portik Tamás ma reggel. A fővárosi törvényszék Fenyő János 26 évvel ezelőtti gyilkossági ügyére tett pontot az elsőfokú ítélettel. Gyárfás Tamás elsőnővádlottat 7 év szabadságvesztése és 10 év közélyektől eltiltása, Portik Tamás másodrendűvádlottat életfogytig tartó szabadságvesztése és 10 év közélyektől eltiltása ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata mindkét vádott esetében fegyház. Fontos bizonyítékai voltak az eljárásnak azok a hangfelvételek, amelyeket Portik titokban rögzített. Ebből derült ki, hogy mikor Portik arra kérdezett rá Gyárfásnál, hogy megöljék-e Fenyő Jánost, Gyárfás széttárta a kezét. A bíró szerint Gyárfás vallomásai ellentmondásosak, az ellentmondásokat nem tudta feloldani, ahogy Portik sem. A Vico Média Birodalom alapítóját, több újság köztük a Népszava tulajdonosát, Fenyő Jánost, a jogerősen elítélt szlovák bérgyilkos József Rohács végezte ki, szinte napra pontosan 26 évvel ezelőtt. A felbújtó Gyárfás Tamás az ítélet szerint az alvilág legismertebb szereplőjét, Portik Tamást bízta meg a munkával. Portiknak ez már a negyedik olyan tárgyalás, ahol emberölés miatt kell felelnie a bíróságon. Semmi sem tiltja Novák Katalinnak, hogy nyilvánosan megindokolja kegyelmi döntését, mondta a Népszavának Bárándi Péter. A volt igazságügyi miniszter szerint a büntetőeljárásról szóló jogszabály az eljárási és a végrehajtási kegyelem esetén sem rendelkezik a köztársasági elnöki indoklás nyilvánosságra hozataláról. A Sándor Palota nem válaszolt arra a lapnak, hogy az államfő pontosan milyen rendelkezésre hivatkozott, amikor azt mondta, a kegyelmek indoklása nem nyilvános. Bárándi Péter emlékeztetett rá, korábban is volt példa arra, hogy egy köztársasági elnök személyesen vagy stábján keresztül ismertette egy-egy kegyelmi döntés mögöttes indokait. Kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt. Az uniós testület szerint a jogszabály a többi között sérti a demokrácia elvét, valamint az uniós polgárok választójogát. A magyar kormány az idézem dollár baloldal gazdáit látja a támadás mögött és kiáll a törvény mellett. Lengyelország, Portugália, Észtország, Írország. A teljesség igénye nélkül ezekkel az országokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Ezek között van Magyarország is. Az uniós szervezet a szuverenitásvédelmi törvény miatt kezdett bele a procedúrába. A bizottság szerint a szuverenitásvédelmi hivatalt létrehozó jogszabály sérti a többi közt az uniós demokratikus értékeket. Latman Tamás nemzetközi jogász azt mondta híradónknak, 2 hónapja van a kormánynak válaszolni, utána egyezkedés kezdődik a módosításokról. Hogyha ennek során, vagy ennek eredményeképpen meg tudnak állapodni egymással, akkor vége az eljárásnak. Hogyha nem, akkor a bizottság közzétesz egy úgynevezett indokolt véleményt, vagy indokolt állásfoglalást, amit egyfajta ultimátumként fogadhatunk el. Aminek a vége per és akár pénzbüntetés is lehet. Brüsszel és a dollároda gazdái éppen azért támadják a szuverenitásvédelmi törvényt, mert annak az a célja, hogy megakadályozza a külföldi befolyásszerzést. Reagált a közleményre a magyar kormány. Az EU-ügyi minisztérium egyértelművé tette, hogy nem tágít. A törvény bevezeti, hogy külföldről kampánypénzt elfogadni bűncselekmény. A szigorítással a magyar emberek 98%-a egyetértett a nemzeti konzultáción, ezért a kormány kitart a szuverenitásvédelmi törvény mellett. A híradónknak nyilatkozó európai parlamenti képviselő úgy látja, a kormány válaszával csak egy újabb kommunikációs háborúba kezdett bele. Nyilvánvaló provokációs célból hozták ezt a jogszabályt, számítottak arra, hogy az Európai Uniónak lépnie kell, hiszen az európai jogba ütközik ez a jogszabály.
A társaság a szabadságjogokért már a jogszabály benyújtásakor jelezte, a törvény túl tágan fogalmazza meg, hogy mi számít a magyar szuverenitást veszélyeztető tevékenységnek, illetve aggályokat vet fel, hogy bármikor bárkit vizsgálhat. Bármit megtehet, nem számon kérhető, és nem is orvosolható az a sérelem, amit ő valójában okoz ezekkel az eljárásokkal. A TASZ szakmai igazgatója szerint a jogszabály által létrehozott szuverenitásvédelmi hivatal eljárása ellen az érintett semmilyen módon nem tud védekezni, mivel nem vonatkoznak rá más hatóságokat szabályozó törvények. Ha mondjuk az adóhatóság valakit megbírságol, akkor az elvihető a bíróság elé, ahol részben a bírság jogszerűségét, részben pedig az azt megelőző eljárás jogszerűségét lehet állítani, és annak az eredménye lehet az, hogy a bíróság megsemmisíti a hatóságnak a döntését. Ebben az esetben nincsen. A szuverenitásvédelmi törvény decemberben fogadta el az országgyűlés fideszes többsége. A költségvetésben még nem szerepel, valamint honlapja sincs a szuverenitásvédelmi hivatalnak, amelynek élére Lánci Tamás nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a következő 6 évre, írja az Index. A portál beszámolója szerint saját címmel sem rendelkezik még a hivatal, ezért a kormány elmondása szerint csupán ideiglenesen a parlament címét adták meg. Ezen kívül semmilyen elérhetőséget nem lehet találni hozzá. A február 1-től működő szuverenitásvédelmi hivatalnak e-mail címe sincs, valamint telefonszámot sem tüntettek fel, amin hívni lehetne őket, írja az Index. Az Integritás Hatóság több lombkorona sétány ügyében súlyos szabálytalanságokat talált, ezért a szervezet több feljelentést tesz. A nyírmártonfalvi lomb nélküli lombkorona sétány esetében például a költségvetési csalás büntette, valamint közbeszerzési visszaélés és hamis magánokirat felhasználásának vétsége is felmerült. Túlzás lenne azt állítani, hogy hatalmas lombot eresztettek azok a nyírfák, amelyek a nyírmártonfalvi lombkorona sétány mellett vannak. A sétány mellett amolyan hurkapálcaként jelzik ezek a csemeték, hogy itt évek múlva lesz mit nézni a fából készült emelvényről. A különleges látványosság 60 millió forintos uniós támogatással épült. A helyiek félnek nyilatkozni, a híradónknak megszólaló férfi is azt kérte, ne legyen felismerhető. Szerintem értelmetlen az egész, mert haszna nem sok van. Igaz, hogy néha-néha látom, diákok járnak ki órákra, tehát azt lehet látni a pedagógusokkal, már többször is találkoztam, tehát valami olyan köztes állapot. A sétányról sokkal többet nem lehet látni, mint a földről. Azt, hogy miért épült és mi a terv, nem tudtuk meg. A polgármestert nem találtuk a helyén, azt mondták, betegség miatt van távol a hivatalától. A megyei ellenzéki vezetők szerint a többi hasonló építmény körül sincs minden rendben, ezt az Integritás Hatóság vizsgálata is igazolta. Látszódik, hogy rendszer szintű korrupció van, az ő megállapításaiból is kitűnik, hogy a pályázat kiírása során, a pályázat ellenőrzése, vagy inkább nem ellenőrzése során, illetve nagyon sok olyan részfeltételben visszaélések történtek, amik nem történhetnének meg egy normális rendszerben működő pályázhatás során. A DK politikusa szerint a vizsgálatot követő feljelentésnek nem lesz következménye. Vagy azt mondják, hogy nem történt itt semmi, el lehet tolni a kis piros bicikliét mindenkinek, vagy a másik az az, hogy elindítanak valami fajta vizsgálatot, majd addig húzzák, halogatják, amíg azt mondják, hogy hát sajnos ezzel már nem lehet mit kezdeni. Eddig mindig a Polt Péter vezette ügyészség megvédte a fideszes gazembereket, attól tartok, ez maradni fog ez a helyzet. A hatóság két másik lombkoronasétányt is vizsgált, visszaélésekre és az uniós pénzek szabálytalan felhasználására utaló jeleket találtak a térség kormánypárti képviselőjének és a Fidesz megyei alelnökének birtokán épült hasonló sétányok kapcsán. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára egy szerdai sajtótájékoztatón közölte, hogy pár napja beszélt a magyar miniszterelnökkel, aki biztosította arról, hogy az országgyűlés a tavaszi ülésszak kezdete után nem sokkal jóvá hagyja Svédország tagságát, írja az Index. Stoltenberg a NATO oldalán úgy fogalmazott, Orbán Viktor világossá tette, hogy határozottan támogatja a svéd tagságot. Hozzátette, a magyar parlament most nem ülésezik, de február végén újra összeül, és az üzenet az volt, hogy nem sokkal ezután döntést hoznak Svédország csatlakozásának ratifikálásáról. Az ellenzéki pártok hétfőre összehívott parlamenti ülése a témában határozatképtelen lett, mert a kormánypárti képviselők nem jelentek meg. Az amerikai szenátus leszavazta azt az átfogó javaslatot, ami szigorúbb határellenőrzést vezetett volna be, valamint új támogatásokat nyújtott volna Ukrajnának és Izraelnek.
Végül csak 49-en szavaztak mellette, 50-en ellene. A törvényjavaslat elfogadásához 60 igen szavazatra lett volna szükség. Az összesen 118,3 milliárd dolláros csomagból Ukrajna támogatására 60 milliárdot szántak volna. Miután a határügyek tárgyalása meghiúsult, a szenátus megpróbált egy külön külföldi segélycsomagot előterjeszteni, amely csak a kétpárti törvényjavaslatban felvázolt, az Egyesült Államok szövetségeseinek szánt finanszírozást tartalmazta volna. Végül 100 szenátorból 58-an támogatták a törvényjavaslat továbbvitelét, a kamara ma ismét szavaz a javaslatról. Elutasította az Orosz Választási Bizottság a jelöltségét, közölte Boris Nagyezsdin a Vladimir Putyinnal és az Ukrajna ellen vívott háborúval kritikus orosz ellenzéki elnökjelölt a közösségi médiában, a BBC News híradása szerint. Több mint 200 ezer aláírás gyűjtött össze Oroszországban, és a gyűjtést nyíltan és becsületesen végezték, így kommentálta a történeteket Putyin egyetlen komolyan vehető kihívója. A mérsékelt elnökjelölt megpróbálta ugyan megtámadni a választási bizottság állítását, miszerint az általa benyújtott aláírások több mint 15%-a érvénytelen volt, de, mint közölte, a jelöltségét így is elutasították. Hozzátette, a határozatot megtámadja a legfelsőbb bíróságon. Az Európai Unió több országa is szankciókat javasol a Cisjordániában élő izraeli telepesekkel szemben, Magyarország és Csehország azonban megvétózza azt. Szijjártó Péter New Yorkban kijelentette, semmiképpen nincs itt az ideje izraeli telepesek szankció alá vonásának az Európai Unió részéről, ahogy azt egyesek szeretnék, ugyanis az csak további feszültséget kelthetne és meghosszabbíthatná a terrorellenes műveleteket. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az egyes izraeli telepesek szankcionálására vonatkozó EU-s javaslatvitája olyan indulatokkal túlfűtött, nagyon alacsony színvonalú személyeskedésbe átmenő szócsata volt, amit még nem élt át az utóbbi 10 évben Brüsszelben a külügyi tanácsban. Most nincs ideje izraeliek szankcionálásának, mert az csak további feszültségeket tud generálni, meghosszabbíthatja a terrorellenes műveleteket, újabb áldozatokat okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy Európának itt is arra kellene koncentrálni, hogy minél előbb a terrorellenes műveletek sikerre vezessenek, és az élet visszatérhessen a normális mederbe a Közel-Keleten, amiben egyébként már megindult az Ábrahám megállapodásokkal, csak sajnos Hamas terrortámadása ennek megállt parancsolt. Budapesti járatokat is érint a Lufthansa földi személyzetének sztrájkja. A Liszt-Ferenc repülőtéren szerdán törölték a Frankfurtba és Münchenbe tartó, valamint az onnan érkező járatokat. A szakszervezetek a munkabeszüntetéssel akarnak nyomatékot adni a béremelésre vonatkozó követelésüknek. A repülőtereken nincs lehetőség a jegyek átfoglalására, csak az interneten. Kiürültek a pultok a bejelentkezésnél a frankfurti nemzetközi repülőtéren a Lufthansa földi dolgozóinak sztrájkja miatt. Mérgesek vagyunk, mert a német egység 33 éve után a Lufthansa még mindig kevesebbet fizet a kelet-németországi alkalmazottainak, mint a nyugatiaknak, méltatlankodott a Német Nemzeti Légitársaság egyik dolgozója. Az utasok egyre nehezebben viselik a munkabeszüntetéseket. Németországban ugyanis az utóbbi hetekben egymást érték a sztrájkok. Nem vették fel a munkát az elmúlt időszakban a vasúti és a tömegközlekedési dolgozók sem. Most pedig csak a járatok 10-20%-a indult útnak a frankfurti, a müncheni, a berlini, a hamburgi és a düsseldorfi reptéren. Megértem én őket, hogy sztrájkolnak, de ez akkor is bosszantó. Túl sok már a sztrájk Németországban. A politikusoknak és üzletembereknek megoldást kellene már találniuk, mondta az egyik utas. A Lufthansa mintegy 25 ezer alkalmazottja 12,5%-os béremelést követel 12 hónap alatt, emellett egy 3000 eurós egyszeri kifizetést az infláció ellensúlyozására. A légitársaság 13%-os emelést ajánlott, de 3 év alatt. A szakszervezet ezt jó kezdetnek nevezte, de nem fogadta el.
A Lufthansa ajánlata megosztó. Ki akarják játszani egymás ellen a különböző alkalmazotti csoportokat, ami teljességgel elfogadhatatlan, fejtegette a szakszervezet szóvivője. Legközelebb hétfőn tárgyalnak a felek, az alkalmazottak hosszabb sztrájkokkal fenyegetnek, ha nem teljesülnek a követeléseik. Fizetős lett az autósoknak az M0-as, az M4-es és az M44-es teljes hossza, írja a hvg.hu az Útinform reggeli tájékoztatójára hivatkozva. Az M30-as autópályán Miskolc elkerülő szakasza, az M31-es autópálya, valamint az M76-os autóút Balaton-Szentgyörgy és Fenékpuszta közötti része is fizetős, tették hozzá. A gyorsforgalmi utak közül már csak az M9-es és M80-as autóút teljes hossza, az M8-as autópálya végig, valamint az M60-as autópálya a Pécs-Nyugat csomópont és a Vég csomópont közötti 2 kilométeres szakasza maradt díjmentes, emlékeztetett a lap. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője elismerte, a Pest vármegyei ügyeleti rendszer átalakításának első hétvégi tapasztalatai mutattak problémákat. Györfi Pál az új orvosi ügyeleti rendszer anomáliáit tárgyaló lakossági fórumon Dunaharasztiban arról beszélt, Pest vármegyében egy műszakban 7 személy látja el a 1830-as ügyeleti telefonhívásait. Mint jelezte, még tart az első tapasztalatok kiértékelése, de a vonalak terhelése ingadozó. Volt olyan, amikor egyszerre 30-an várakoztak, és előfordult, hogy többen csak tesztelték a rendszert, amivel feltartották a telefonos ügyeletet. A mentőszolgálat tapasztalata alapján az új rendszer bevezetését mindenhol félelem övezte az országban, de mára az ott élők látják, hogy jól működik. Az új rendszerben csak a szentendrei ügyeletre 100 000 ember ellátása jut. Az ez egyetlen ügyeletes orvos számára megoldhatatlan, írja a Népszava. Ez nem fenntartható, ezeket a döntéseket felül kell vizsgálni, jelentette ki Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere. Az 1,3 millió lakosú Pest vármegye 52 ügyeleti pontjából mindössze 18 marad meg, mondta a lapnak Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Gyermekorvosi ellátást pedig mostanra mindössze 3 helyen, Érden, Vácon és Cegléden lehet ügyeleti időben elérni. Gulyás Gergely a múlt héten a Kormányinfón azt mondta, az önkormányzatoknak van lehetőségük, hogy magánszolgáltatóval biztosítsanak ügyeleti ellátást. A Népszava azonban azt írja, hogy ennek megszüntették a jogi lehetőségét. Teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el a Debreceni Egyetem klinikai központjában, az intézkedés mától lép életbe a központ valamennyi kampuszán. A Hajdú-Bihari kormányhivatal az influenza-szerű megbetegedések számának növekedése miatt járványügyi megelőző intézkedésként rendelte el csütörtöktől a teljes körű látogatási tilalmat a klinikai központ Nagyerdei, Kenézi Gyula, illetve a Berettyóújfalui Gróf Tisza István kampuszán. A központ más betegellátó egységeiben pedig továbbra is kötelező a maszkviselés. A híradó után folytatódik a fórum, a témákat már is mondja Szlazsánszky Ferenc. Szervusz, Feri. Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. Hát az egészségügyi híreket hallgatva eszembe jutott az a kicsit korábbi eset, amikor néhány évvel ezelőtt egy kaposvári nyugdíjas kiment az ócskapiacra, vett néhány szikét és megpiszkálta az egyik eret a combjában, mert nem bírta kivárni a várólistát. Szóval tényleg vannak még lehetőségek, ahogy hallhattuk, dobjuk össze saját pénzünkből az ügyelet ellátásnak a díját és egyéb módszerek. Nyilván ezt azért mondom, mert az egyik fő téma az egészségügy, a másik, hogy ítélet született a fenyőgyilkosságban, a harmadik pedig az úgynevezett kegyelmi botrány. Ezekről vagy bármi egyébről beszélgethetünk. Köszönöm szépen, Feri, most átjön a fórum, maradjanak velünk. Híradóval legközelebb 17:25-kor Gesztesi Máté várja Önöket, én mára megköszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!